Sziasztok, Rita vagyok, most a mexikai konyha világába kalauzollak el benneteket, egy paradicsom alapú sült kukoricalevest főzök. Egy forró lábasba körülbelül 2 evőkanálnyi olívaolajat hevítek, egy közepes fejhagymát megpirítunk ezen az olajon, ízlés szerinti mennyiségben adhatunk hozzá finomra vágott csilit, és hozzáadok 2 gereszt fokhagymát, amit összezúzok. És amíg a hagymák a csilivel párolódnak, dísztelődnek, addig előkészítem a kukoricát is. Már ezt a csöves kukoricát egy üres grill serpenyőben megpirítottam, így egy kicsi füstös ízt tudtunk adni a kukoricához, és még finomabb lesz ez a leves, hogyha a csilit is megpirítjátok ugyanígy, akár a kukoricával együtt a serpenyőben. Ezt most egy kicsit félreteszem. Most pedig jöhet a fűszerezés. Először is egy kevés nátszukrot fogok a hagymákhoz adni, és karamellizálom. Majd pedig jön az őrölt koriander. Körülbelül 2 mokáskanálnyi egyébként ehhez a mennyiséghez bőven elegendő. És ezzel együtt is egy kicsit pirítom a hagymákat. Ez a leveshez most szárított oregánot fogok felhasználni. A levest friss oregánóval is el lehet készíteni, de ha frisset használtok, akkor azt inkább a főzés végén adjátok hozzá, mert úgy sokkal intenzívebb lesz az íze. Egyébként hihetetlenül intenzív illatok terjengenek már itt a konyhába, és lassan el is érkezek ahhoz a ponthoz, amikor már a folyadékokat adhatom hozzá. Az egyik az egy hámozott paradicsom konzerv lesz. Ilyenkor egy fakanállal egészen jól össze lehet aprítani ezeket a nagyobb paradicsom darabokat is. Ennek a levesnek egyébként is az a lényege, hogy egy kicsit rusztikus, sűrű, ragú állagú lesz. És most jöhet a zöldség alaplé. Amikor már minden folyadék benne van, lazán átkeverjük, és már mehet is bele a kukoricam. Adok hozzá még egy kis sót. Természetesen ez a leves nem csak paradicsomból, meg kukoricából fog állni. Friss fűszereket, illetve zöldségeket fogunk a tároláshoz felhasználni. Az egyik ilyen az az új hagyma. A mexikai ételeknek az egyik jellegzetes zöldsége az avokádó. Ez sem maradhat ki az ételünkből. Úgy tudjátok megnézni, hogy érette az avokádó, hogy ezt a kis szárrészt, hogyha könnyen el lehet távolítani, akkor puha és fogyasztható. És hogyha meghámoztuk, akkor felvágjuk apró kockára, és végül egy kis lime levével meg is kell csepegtetni, hogy ne barnuljon meg. És ha már a hagyma, az avokádó és a sajt is rajta van a levesen, nincs más hátra, mint hogy a friss zöld korianderrel ízesítsük a levesünket. Íme így néz ki az én mexikai sült kukoricalevesem. Legyetek ti is nagyon bátrak a konyhába, merjetek kísérletezni fűszerekkel. Ha tetszett a leves, főzzétek meg ti is, és további receptekért iratkozzatok fel a csatornánkra.